Na, üdvözlet, sziasztok! Ismertetlen Dylan csatornáján vagytok, üdvfiúk, lányok! Elég sokan a CMTL miatt vannak rám feliratkozva. Na most GTA 5 és egy kicsit más a vontatás következik. Egy mellékküldetésben vagyok, elviekben. Fogalmam sincs, mi a meló, de vontatni kell. So Hol I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. Ez a kókos, ez valami kókos csajoknak segíteni kell, igaziból. Ennyit szűrtem le, hogy a pasia elszívott, meg elbaszta a lakást, meg mindent, és már csak a kocsival ment. Tehát majdnem elütött a rendőr a gyalogos talán. Mert így egy kicsit hangos a játék. Nem kérek elnézést. Aha. Úgyhogy elvileg visszalopjuk a pasitól, aki összetörte az autót. Úgyhogy ez full drogos amúgy. Elég érdekesen fest. Durvára a vonásai vannak. De csak valami mellékszálas kérdőjeles valami volt. És nem tudtam, hogy kivel kell megcsinálni. Valahol meg kell levinni majd, valahová. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Ah, kinyílik a kapu. És meg kell engedni, gondolom. Fel is megy a csajfő. Ennyi volt, srácok. Hát egy kicsit komolyabb a vontatás, ugye? Ezt most így láthattátok. Neked az egész játék sokkal komolyabb, nyilván. Össze se lehet hasonlítani. A két vontatás, úgymond. És akkor most megint kérdőjelekkel lehet vontatos melókat csinálni, ezek szerint, hogy csomó kérdőjel van. Komoly csajszín. Voltam a striptease klubban is. A Michael-lel. Nem volt egyszerű. Van 16 pluszos, meg 18 pluszos történet, és majd lehet, hogy arról is lesz videó. Hop-hop-hop. Ja, most ha ezzel kijövök, most itt belém kötött a csávó. Most mi van, mi van, mi van? Áthajtottuk egymással valam. És én bemutat, hallod? Nem gondolod, hogy kiszedsz a kocsiból, ugye? Ez szóba viszem ezt a kocsit. Menj már! Úgy tekergeti a kormányt. Csak nem sikerül neki. És még jobban megemelem. Jaj. Nem valami, ezt föl lehetett venni.
Szerintem ezt véletlen szedtem össze. Nem bírom erre válni. De. Haha! Halkasz, ha nem bontok le, kicsi. De ne izgulj, te nem fogsz kiesni. Se bug miatt, se amúgy se, és nem hagylak itt. Na, szóval hát gyerekek, kövő ilyen egy vontatás. GTA-ben. Szerintem a csávot full vertlen szedtem össze, mindegy. Gondolom ezzel is lehet kocsikat bukbantani, mint a példa mutatja. Meg valami ízére kell tenni, valami jön a vonat. És akkor teli vágja, csak hol van itt vonat? Jó kérdés, mi? Vannak röcik sajnos, ha nem rögzítem, akkor 35-45 FPS, ha rögzítem, akkor 20-25-28. Sajnos. És ezzel nem is tudok mit kezdeni, mert kéne jobb kártya igazából. Sőt. Azért vannak ezek a röcik srácok. Hol lehet itt valahol vonat? Leveszem a sínre, aztán jön majd a vonatkal, az csat. Villogot bekapcsoljuk, tiszta szabálytalan vagyok. Jókat nem tud tenni a csávó, de már nem is tekergeti a kormányt. Most már lamál is keres. Laza. És még bemutogat, hallod a csávó? Dudál és bemutat folyamatosan. Nem fogsz mindjárt mutogatni, ha találok egy sínt. Hoppá, kicsit megcsúsztattuk. Be lehet visszaállni, de komoly. Laza. Nagyon laza. El is hagyom, hogy sokáig rázol a csávó. Még kormányozik az NPC, próbál ellen kormányozni, nagyon komoly. Vonatsín, hol van itt a játékban vonatsín? Takarodj már előre. Ez meg az út közepén izé telefonál a család. Laza. Kicsit más a vontatás, mi is lehet, hogy... Fél utcát letaglom a csávóval. És bemutogat folyamatosan. És így csinálok egy olyat, hogy lelassítok. Belsőre nézem. Pont nem látok hátra. Ez az egy szerencséje van a csávónak. Különben már headshot lenne neki. Vonat kellene nekem valahol, ott nem biztos van valahol vonat. Ippá! Lenne a kagy bakker, ha már ideig elosztalom. Ne! Nem kérek elnézést, srácó. Csak most már ezt vonat elé akarom tenni, hogy mit csinál. Csat. Ezt arrébb raktam. Mindjárt fölborul a csávó, jaj. Hát, hogy itt nem kéne lemennem, de most már mindegy. Simán le vagyok. Nagyon jó fizika. Vonatos fényt keresek igazából. És telefonál a csávó, hallod? Ki a faszt hívhat vajon?
Telefonál a faszi, hallod? Nagyon kemény. Te durva. Szerintem őt véletlenül szedtem fel, csak nem tudom, mert FPS nézőben voltam. Nem hiszem, hogy jó volt a feladat. Ugye a vontatós ez azért egy vicces történet. Fel lehet szedni autókat, csak így simán. Gondolom úgy is van beállítva, hogy autómat, hogyha rákapcsolja a vibrátorat. Vagy nem tudom. Itt sincs, sehol nincs kurva vonat, hát nem hiszem el, hogy villamos, vagy valami. Várjál? Arra, mintha lenne. És még próbálkozik a csával elépni. Arra szerintem lesz majd valami. Mindenképp megszivatom a telefonára a csával. Kivel beszélt vajon? Külső sáv, busz. Aha. Beindítjuk a kollégát. Nem találok vizet, az a baj, srácok, nem ismerem a térképet annyira. És ez gáz. Ez nem mondtam. Íííí, tudom el a kocsokat. Valahogy meg kéne szivatni, csak nem tudom, hogy hogy. Aluljáró, aluljáró hegyek. Mély varázsé miatt tököm ez. Dír. Merre lehet itt vajon valahol vonat? És már nem szabadult a csávon. Kipróbáltam a motorokat, hát gyerekek, elég gyenge. Volt egy csopi. Michael-vel mentem egy choppára, hát eléggé bénára van csinálva a motorozás, olyan merev a motor, olyan fura. De FPS nézőben kurva jó. Én kerek elnézést, csak megint 2:33 van. Nem igaz, hogy nincs itt egy kurva sín. Nem hiszem el. Hogy próbálkozik a csinálom? És kiszállt. Nem mondod, hogy elengedlek kis csinálom. Hát ez nem sikerült, srácok, pedig mekkora poén lett volna. Pif! Pif! Most úgy is jönnek a zsaruk, mindegy most már. A motorost is elgázom, és figyelj, mindjárt lesz egy sím, figyeld meg. De mindig így szokott lenni. Ami kell a tuti dolog, addig izé. És amit már nem kell, egyből szívás. Nagyon jó az FPS nézetem. Kocsit még visszük azért. Ott egy motoros. Az arcon csúszik hazáig. Mi rendőrbácsi? Húzzál már előlem, bazd meg. Letollak úgyis. Hopp, ott volt valami csopiszerű. Itt a csinálva próbálsz lefékezni előttem. Szét zúzva, öcsi. Hopp, egy oszlop. Pif. A rendőrség. Nagyon jó. Mi próbálnak megállítani. Elcsetokat igen komolyan osztják a rendőrök amúgy. De mondom, amit negatívba föl tudok hozni, srácok, a kocsik törésfizikája nagyon vagy. Vagy lehet, hogy grafikától függ, vagy grafikus kártyától. De olyan biztos megjavítják, de nagyon vagyinak tűnik. És nem várok én burnoutos törésmodell, de a négyben sokkal jobban törtek az autók amúgy. Oda lépek én ezekkel a... Még így dupla terrel is.
Hogy benzinkutat kéne teli vágni. Hirtelenben. Figyeld. Pif! Hol van? Ne! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Menj, menj, menj! Menj, menj, menj! Köcsög rendben. Nem jó, mert lőne. És nem sok életem van. Össze kell szedni egy embert megint. Hús. Fucking police, mi? Csó, itt az ott is maradt szerintem. Így gyorsan beállok és valóban felszednek, hogyha... Hihi, ez nagyon poén. Nézzük a selé már a köcsög. Húzzál már el. Köcsög már el. És hogy kilök, hallod? Nem egyszerű. Magától emelni az autót, úgy látszik. Viszont bárkit föl tudsz venni, ez nagy, ez komoly ez a vontatózsdi. Olyan nagyon. És ezek elé már is lefékez. Nem hiszem, na azt akarod anyádban, hogy fölfék, ha? Ujjjjj, köcsög rendőr. Itt tudom, hogy gyerek utána itt habérsz valami. A francba. Majdnem bedarálta olajmasinje. Fölünk a hegyre. Talán egy gyalunkon, amelyik oldalán. Aha, azt gondoltam, hogy benyalom. Rendőrt kéne fölvenni. Valahogy. Kocsit el lehet dobni, hával nem. De. Majdnem, jó volt. Húzzál már. Jöjjjjj. Össze kéne szedni a rendőrt is vinni. Mikor a poén lenne már? Gyere, gyere. Hopp. Ha ha, köcsög. Köcsögládó! Na gyere, bazd meg! Na most te kergesd a kormányt, faszortú! És ezt ugyanis el a rendőrrel. Belengedjük, és hopp, viszlát! Majdnem. Majdnem jó volt. Majd mindjárt, majd még egyszer nagyság. Hopp, hopp, ügyes vagy, egyre jobb. Megnyílj csak. Nem sok van már vissza, úgy van. Travasz, gyere csak velem. Ez nagyon nagy poén, srácok. Ez kegyetlen. Vissza a rendőrt, nem érted? Ugye ezt kérem a sínre vinni, bahaz meg valahogy. Itt valahol elvileg van sín. Nem tudom hol. Jönne a vonat is. Akkor hagyd darálja be a faszba. Jajjaj. Propám után palaszt. Ez egy gyár többletszerűség. Rendőrben telefonálgat, hogy csak ő van. Jajjaj, ne! Jaj, ne! Az egyik benne maradt, jól van, egyik visszállt. Ugye benne van még a csáva, benne jó. Hú, nem elkurtam, srácok.
itt van egy nagy híd. Ez a vontatos kocsi sokat kivére hallom. Halljátok, nem tudom. Pif! 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 Dodge-em! Takarodj már! Még elél már a gyökér. Nem egyszerű az a játék, srácok. Mindenki fejleszten gépet, mert itt nagyon rá lehet gyógyulni. Ez egy csöcs, izé. Beton szarkofág, vagy nem tudom mi. Silicon World című hülyeség, akkor. Bassza meg, és ide folytom a hídre, minek. Ott egy döndörkocsi, ne! Hopp, elbaszlak úgyis, úgyis. Mindig tolat, ennyire húzza, fékezi az autó. Ja, aha, szét van már a verde. A csöppet, a futóműnek hasonló dolga. Hopp, az leszáll. Másikat is jól kell szedni. Aj, már ennek annyi. Ugye már kerekem sem is. Gyertek, köcsögök. Ez nagyon nagy poén ez a mondtatós, de gyere, gyere, jó lesz. Még egy kicsit. Még egy kicsit. Mikor egy felszednek valamit. Hopp. Nem sikerült. Jajajaj. Ez nem jó, ha elém kerül. Jajajaj. Takarodjatok! Gyere, gyere! Kétségök! Majdnem. Megkaptak úgyis, megnyomjuk egy kicsit. Ah, azért sérül azért az autó. Így nagyon nehezebb történet megy rá. De kicsit lennek a futóművel, hello. Sérül tényleg, olyan elég nagy súly érje, akkor deformálódik eléggé. Oké, jó, hát. Eddig jó. Azért a taxit szedjem össze, basszus. És hogy próbál megállítani? Nagyon, nagyon komoly alja van. Én oda akartam pésülni, csak nem jött. Ez ott egy busz. Az az, neki a busznak hülye rendőr. Ja, lehet, hogy ki fog készülni a vernem. Nagyon füst a... Basszus. Össze kell szedni még egy gyökeret. Gyere. Az az meg lesz. Nem sikerült. Sokára leáll a motor. Ilyen körül bolyan lett volna, behúztam volna valami zélre. Na jó van, húzzál faszomba. Még lefékes, kajak rá a köcsög. Ó, gyere csak! Hányan vagytok? Egy az biztos. Ketten ülnek benne. Na jó, akkor most megszívjátok. A témát, akkor zá itt. Úgy! Az igen, öcsém! Az szép volt. Azoknak szerintem, hogy hello. De lehet, hogy kiszállnak. Szerint a gépnek annyi. Anyáda. Köcsög.
most még le is ráznám őket, milyen komoly lenne már, mi? Ugye, vagy helikopter is jön. Szét fognak szedni. Főleg így. Nézd, metró. Nem. Ezért nem megyünk. És ezzel telik a játék 90%-a, hallom, nagyon kemény. Valid van életem, ez a lehetős szívás lesz, mondjuk a gyors forgalmira. El kell bújni az olyan szar előre, mert közben lőnek, nem tudom. És már itt van a rendőr rajtam, ilyen szívás lesz el. Gyors ez a kocsi sajnos. Nem is hármas körülöttség, nem látom a mobiltól. Jaj, tedd el a fegyvert, baszki. Nem a rendőrségre jöttem, remélem, baszki. Ennyi. Szerintem megszívták. Remélem legalábbis. Ugye ez nem a rendőrség, ahol vagyok, remélem. Na, ennyi volt, srácok. Há, nagyon kemény volt. Hogy megszívottam őket? Nagyon durva. Még valaki nagyon szívjen rázik. Meg lövöldöznek, vagy mi. De nem rám. Lövöldöznek valaki. Nézzük már, hogy. Már nem látom, hogy hol vannak, mind közben. Ez komoly, hogy megszopadtam őket? Na hát, ezért zseniális a GTA, gyerekek. És ez csak egy az ezerféle poén, és nagyon komolyan összevarak a játék, gyerekek. Mindenképpen azt tudom nektek mondani, hogy feltétlenül újítsátok a gépet, hogyha nem elég a vas, mert ezt a játékot ezt muszáj játszani. Kegyetlen. Úgyhogy, ha tetszett a videó, srácok, akkor dobjatok egy lájkot, és osszátok meg, hogy minél több ember ez eljusson. Nagyon szépen köszönöm egyébként a megosztásokat, meg a hozzászólásokat, meg a kommenteket, meg a feliratkozásokat is persze természetesen. Úgyhogy deben voltam így az éjszakából. További jó GTA ötözést, aki a GTA ötözik, aki meg nem annak meg majd, hogyha sikerül gépet összerakni alá, ha esetleg az a gond, akkor utána jó GTA ötözés, de mindenképp kihagyhatatlan játék, srácok. Nem véletlenül adták el annyi példányban, meg olyan mennyiségben, ugye. Úgyhogy ennyi, sziasztok srácok, Devon voltam.